2015, 2014, 2013 és 2012-es lánygyerekeknek a jelentkezését várjuk. Fiúból nagyon jól állunk, ott azt gondolom, hogy zárul a kapu lassan, mert tényleg a létszám már lassan a munkarovására is mehet. A lányoknál még vannak kisebb hézagok, be is szoktak ezek tömődni, de én azt gondolom, hogy van is rá idő, viszont szívesen látunk bárkit, még most a téli edzések folyamán is. Egyik hasizomgyakorlathoz vagyok beosztva, mint felügyelő. Ott nem hibázott senki, de azt gondolom, hogy elég könnyűek is ezek a hasizomgyakorlatok. Hogy a csapat többi része hogy szerepel, azt csak futtában tudom, mert vagy ők szaladnak oda hozzám egy-egy gyakorlat után, hogy éppen mit csináltak, hogy csináltak, vagy a Renihez futnak, vagy én kapom el őket a folyosón vagy a tornacsarnokba, hogy esetleg volt-e már valami olyan, amit megcsináltál. Összességében azt gondolom, hogy így eddig jól állunk, de hát lesz egy összesített táblázat, aztán abból majd okosabb lesz mindenki. Érhet meglepetés, vagy úgy is látod őket minden nap edzés közben, tehát igazából tudni fogod, hogy kitől mire számíthatsz? Igen, tudjuk, hogy kitől mire számíthatunk, de már szerintem vannak meglepetések. A futásunk rendkívül jól sikerült. Ott én azt gondolom, hogy a csapat nagy része felülmúlta önmagát, de hát ezt is majd látni kell. Viszont azt azért hozzáteszem, hogy ugye ez egy fizikai felmérő, itt azért nincs kajak, nincs víz, nincs technikai tudás, úgyhogy minden a vizen dől el, mint ahogy szoktuk mondani. Egy kis kiindulási alapnak mindig jó érzés, hogyha a havert, a társadat, a korosztályos válogatott beli, más klubtársbeli cimborádat meg tudod fricskázni, vagy éppen te kapsz egy fricskát, úgyhogy én azt gondolom, hogy a szokásos jó hangulatba telik minden. Azt hiszem, hogy van egy új gyakorlat is legalábbis, a korábbi években ezt a guggolást a fal mellett még nem láttam. Van új gyakorlat, ez a guggolás is az, illetve a planknek egy olyan formáját is pluszban berakta a Kajakkenu Szövetség, amikor oldalplanket kell csinálni a falnál, mindkét oldalon. Teljesíthető gyakorlatok. Szerintem egy kicsit a statikus erősítés felé próbálják terelni itt az egész történetet, amit évek óta csinálunk, úgyhogy azt gondolom, hogy olyan sok újdonságot nem kaptunk ettől az egésztől. Meglátjuk, hogy mennyire lesz népszerű itt a hat régióban. Engem az sem zavar, ha marad, az sem zavar, ha cserélgetnek gyakorlatokat. A gyerekek azt asszimilálódnak mindenhez. Nyaggatnak már, hogy mikor mentek vízre? Persze, november óta. Folyamatosan nyaggatnak. Az utóbbi pár napban, hétben ez fel is erősödött, mert ugye a nagyok már kijárnak ezekbe a kis tavasziasnak mondható időjárásokba. Mi pedig a konditerem ablakából látjuk azt, hogy éppen a többiek eveznek, de éhesek lesznek, és az nekünk sokkal jobb, úgyhogy márciusig biztos, hogy nem megyünk ki. Március első hetétől a legnagyobbakkal, a korosztályban állunk a legnagyobbakkal, már ilyen ügyeleti rendszerrel leszünk edzésen, hétfőtől péntekig, lemegyünk a csónakházba délután, ha jó idő van, evezünk, ha nem, akkor az adott téli programot csináljuk. Yeah.